close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Én Lassi vagyok, és ebben a részben ismét egy felnőtt fogunk felújítani. Róluk lesz majd szó. Egyik ismerősöm küldte el, szintén AL86-ra lesz majd. Ez a felnőtt 14-szoros, és amit még érdemes tudni róla, hogy gyárlag 3 részből készült, viszont a gyártásoron az utolsó lépés az, hogy a 3 rész összeillesztése után összevarják őket, tehát többet elvileg nem lehet szétszedni, gyakorlatban egyébként szét lehetne. Tehát arról is van szó, hogy itt van a felnyének az ereje, itt van ez a perem, itt látszik a középen, itt van a csillag, tehát ez a rész beleillesztve, meg itt van a hátsó rész, de szépen le van varva. Tehát, hogyha ezt a varrás mentén esztergán szétszúrnánk, akkor szét lehetne szedni, nyilván ez plusz kiadás jelentene a felújítás szempontjából, de felújítani így is fel tudjuk, hogyha nem szúrjuk szét, tehát egybe fog maradni. Ugyanakkor ugye csavarok vannak benne, tehát mondjuk nem valami szép helyen vannak korrodálva, ezeket cseréljük majd új csavarokra, hogy legalább kinézzen valahogy. Ezeknek a felújításával nem érdemes már vergődni. Tehát innentől kezdve ezek a csavarok csak díszszerepét töltik benne, úgyhogy valami szép fényeset fog majd kapni. Úgyhogy most csavarokat ki fogom belőle szedni, az lesz az első lépés, és megy majd a felni a polírmesterhez, és föl lesz húzva a perem, innentől a csillagnak a tövétől, itt van egy, látszik az illesztésnek itt a vonala, tehát onnantól lesz fölhúzva a polír egészen a széléig, plusz a hátsó oldalon egészen ideáig a varratig. Fényezve lesz majd ugye a felni, innentől itt lesz majd elmaszkolva, innentől lefelé aranyszínű lesz, a belseje szintén aranyszínű lesz, és a küllők is aranyszínűek lesznek majd. Egyébként a felnének a pontos méreteit nem tudom, hogy ki tudjuk-e belőle bogarászni. Ugye ez is egy japán felni, itt látszik az írásból, talán ez a Wings utala márkára, hogy milyen típus lehet. A 14-szoros felni és 6,5 col széles, nem tudom mennyire látszik, itt van benne egy 7-es, ami valószínűleg az ET számot jelöli, tehát 14x6 feles és ET 7-tel be vannak persejezve, nagyon sok japán felninél, sőt, amivel eddig találkoztam, amilyen több részes felni volt, az szinte mindegyiknek be van persejezve felfogatási pontja, ahol a csavarok felfogják a kerékagyra, tehát itt van benne egy acél persely az alumíniumba. Úgyhogy most ezeket a csavarokat kiszedem belőle, aztán mehet a políroshoz, ha visszaér a polírostól, akkor maszkolás, és akkor le lehet fényezni szépre. Nyilván ezeket fel kell csiszolgatni egyenesre. Talán ez még a gyári színe lehet egyébként neki, hogy így lefújt el feketére, illetve pirosra, ezt el volt gondolom maszkolva. De itt most majd, ha föl lesz csiszolva és egyenesbe lesz majd húzva mindenhol. Legalábbis ez a terv vele. Na, gyorsan neki is látok, azt kiszedem a csavarokat, nem tudom mennyire vannak belerohadva, remélem azért könnyen kijönnek. Ha nem, akkor viszont lehet, hogy egy napig be fogom áztatni csavarlazítóba, majd kiderül.
Na, ugye lehomokszoltam a felnőttnek a közepét, és ami rajta volt az a fekete és pirosos festék, az ugye lekerült róla. Elvittem Misi barátomhoz, és ezeket is szépen fölpolírozta. De a négynek a peremet nagyon szépen föl lett húzva, kívül pedig addig lett fölhúzva, ameddig a gyári varrat van, itt lesz majd elmaszkolva, és akkor itt lefele fényezve lesz, itt fönt pedig megmarad ez a polír rész, ha már nem lehet szétszedni, és akkor itten szépen el lehet majd egy vonalba maszkolni. A szín az pedig úgy lesz majd, hogy fehér színű füller fog majd kapni kívül belül. A belső oldalon, a külön mögötti részem ezzel a magas fényű ipari 2K-s festékkel lesz megfújva. Ez elég jó bírja a kültéri behatásokat, úgyhogy általában a belső részre szoktam fújni. Kívül pedig a pofás részén szép aranyszínű lesz majd, ami kapni fog majd egy matlakkot. Fényes lakka szerintem nem annyira szép, általában ezeket az aranyfelniket mindig matlakkal szoktam fújni, nekem úgy valahogy olyan retrósabb hatása van. Jobban adja szerintem a szín, úgyhogy igen, még a peremet szépen maszkolni körbe, ha megvan a maszkolás, akkor füller két vagy három rétegbe, utána a belső oldalon megkapja ezt a fedőfestéket, ami 2K-s ipari magas fényű ezüst, ezt is kettő vagy három rétegbe, majd megkapja a front részen is az aranyszínt, és akkor arra meg majd rámegy a matlak. Nagyjából ez lesz majd a sorrend. Be vannak igazából a felnőtt csiszolva, most rengeteg idő a maszkolással megy el. Gyakorlatilag majd több idő lemaszkolni, mint megfújni. We'll be right back.
I'm not afraid to die.
one. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Give me reason.
reasons to doubt. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no, you can't get to me. And there is no barricade that I. Elkészültek ezek a kis hacsifelnik is, amin láthatjátok elég szöszmetelős, aprólékos munka, mire a kiinduló állapotból idáig eljutunk. Ugye első körben föl lettek polírozva a peremek, előtte kiszedtem belőle a csavarokat, azok a csavarok nagyjából kukák voltak, mert el voltak rozsdásodva, volt, ami el is tört szétszedéskor.
Ugyanakkor ezeknek a csavarotnak tartó funkciójuk nincs, amivel össze vannak heggezve a peremek, úgyhogy a mostani csavar az ergo csak diszként funkcionál benne. Tehát megkapták a porírperemet, körbe szépen lemaszkoltam, megkapták a füler kívül belül az alapozót, erre ráment az arany bázisfesték. Mikor a bázisfestéket ráfújtam előtte körbe azon a peremvonalnál, ahol találkozik a políros rész a fényezett résszel, ott azt az egy csíkot azt újra maszkoltam. Nehogy később, mikor a maszkolást szedem le róla, akkor beleszakítson a friss fényezésbe. Sajnos korábban ma jártam, így azóta erre nagyon oda szoktam figyelni. Úgyhogy azt a részt kétszer kellett maszkolni, de igazából haladtunk a dologgal. Tehát megkapta utána a bázist is három rétegbe, meg matlakkal lett a végén levédve a felület, azt is szintén három rétegbe fújtam rá, majd pedig a csavarokat szintén belekapattam és összefogadtam vele, majd pedig a csavarokat is a végén beleraktam, úgyhogy így készült el ez a felni. Karácsonyra ígértem, hogy meg lesz az AI86-os barátomnak. Igazából karácsony előtt vagyunk pár nappal, úgyhogy ezt szerintem sikerült is teljesíteni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel. Későbbiekben is fogtok majd hasonló felújításokat szerintem látni, ilyen ritkább egyedi felnékről. Esetleg lájkoljátok és osszátok is meg a videót, hát hogyha több emberhez jut majd el. Köszönöm szépen a figyelmet, na sziasztok!